Néhány perccel 7 óra után adta le szavazatát a szabadkai közgazdasági karon lévő szavazóhelyen a Kertváros helyi közösségben Horváth Tíme a alpolgármester, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai elnöke. Szintén a reggeli órákban járult az urnák elé Pásztor István, a VMS elnöke a Noszai iskolában adta le voksát. Elmondta, bízik abban, hogy sokan élnek a választási lehetőséggel és szavaznak, függetlenül attól, hogy milyen jogkörei vannak a helyi közösségeknek és azok tanácsának. Kis közösségekben ez egy fontos mozgatórugója a közösségi életnek. Ezért mindenhol egyfajta presztízs kérdés az, hogy ki vezeti a helyi közösséget, és hogy a helyi közösség megfeleljen a tradícióknak, új tartalmakat próbáljon kigondolni és megvalósítani. Ilyen szempontból fontos ez a mai nap. Én azt remélem, hogy az a fajta munka, ami az elmúlt 4 évben jellemezte a számunkra fontos helyi közösségeket, az folytatódni fog. Ennek érdekében állapodtunk meg a Szerbhaladó Párttal, és azt gondolom, hogy ez egy jó megállapodás volt. A Vasutas Telep helyi közösség 60-as számú szavazóhelyén voksolt a délelőtti órákban Bogdán Labán, Szabadka Szerb Haladópárti polgármestere. Elmondása szerint kulcsfontosságúak a helyi közösségi választások, hiszen azok a dolgok, amelyek a polgárokat gyötrik, ezekből a helyi önkormányzati egységekből indulnak ki. Ja sam zadovoljan sa onim što smo uradili u protekle 3 godine i siguran sam da će i građani današnjeg glasanja dati poverenje ovoj garnituri, Srpskoj naprednoj stranci, koja je pokazala da može na jedan kvalitetan način da vodi grad i da ne samo reči, nego i da se to vidi na delima koliko je do sada učinjeno i šta će biti učinjeno u narednom periodu. Az urnákat 20 órakor zárták.